Jó estét kívánok, Ferencváros, szeretettel köszöntjük Önöket. Külön köszöntöm Tarlós István főpolgármestert, Vas Imre, Varga József országgyűlési képviselőket, Bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét, Kállai Gáborné alpolgármesterasszonyt, Zombori Miklós alpolgármester urat. Köszöntöm a díjazottakat, meghívott vendégeinket és a 9.tv nézőit Ferencváros napján ünnepi műsorunkon és díjátadó gálánkon, melyet Ferencváros televíziója élőben közvetít. Mai kerületünk 222 évvel ezelőtt még névtelen helynek számított, és mivel a név az egyik, ami megkülönböztet minket másoktól, ami identitásunk alapját adja, az akkori polgárok úgy érezték, elérkezett az idő ahhoz, hogy nevet adjanak a helynek, ahol élnek, hogy ezzel is kifejezzék összetartozásukat. A polgárok kérésére 1792. december 4-én első Ferenc király hozzájárult, hogy ő utána őróla Franstadtnak, azaz Ferencvárosnak nevezzék el ezt a területet. 222 évvel ezelőtt itt, ahol most vagyunk, még a majorság jelentette az otthont. Az emberek állattenyésztéssel foglalkoztak, ültetvényeket, kerteket gondoztak, aztán jöttek a későbbi korok, kisebb és nagyobb, de mind alkotói, akik apránként megteremtették a mai Ferencvárost. Közben a szecessziónak ezt a remek művét, az Iparművészeti Múzeumot, hogy most mi itt ülhessünk és ünnepeljük a mának alkotóit. Mert tudták azt, amit remélhetőleg mi is tudunk, hogy életünknek az adhat értelmet, hogyha nyomot hagyunk, hogyha alkotunk. És az alkotás lehetősége ott van mindannyiunkban, dolgozzunk az életnek bármely területén. Szerencsés érdekesség, hogy ez a nap december 4-e az év végéhez esik közel, amikor egyébként is végig gondoljuk az évünket, azt, hogy hova jutottunk, és hogy hová tartunk, és talán azt is, hogy hogyan építhetjük tovább apránként otthonunkat, Ferencvárost, és persze önmagunkat. Ez a mai este az ünnepről, Ferencváros alkotóiról szól. Gála estünk elején a 20 éve kerületünkhöz szorosan kötődő Erdődi Kamarazenekar vonós együttesét hallhatják, a koncertmester Szevcsik Zsolt, Rózsavölgyi Márk első magyar társastánca, majd Sugár Rezső divertimentójából két tételt hallhatnak. Kellemes estét, jó szórakozást kívánunk! Thank you.
Köszönjük szépen az Erdődi Kamara zenekarnak, most pedig a polgármesteri köszöntők következnek. Felkérem Tarlós István főpolgármester urat, hogy mondja el üdvözlő gondolatait. Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelt polgármester úr, polgármesterné asszony, képviselő urak, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, kedves megjelent ferencvárosiak, kedves megjelent vendégek. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket ebben az igazán méltó környezetben. Külön gratulálok, polgármester úr, hogy sikerült itt megtartani ezt az eseményt. Gyerekkorom óta szívesen jövök ebbe az épületbe, és minden alkalommal külön megcsodálom. Nemrégiben mondta Magyarország miniszterelnöke, hogy erős Budapest nélkül nincs erős ország. Szeretném hozzátenni, hogy erős és együttműködő városrészek nélkül pedig nincs erős Budapest. Én igaz, itt a közeli 8. kerületben születtem meg, és 5 napos korom óta Óbudán élek, mégis érzelmileg elfogult vagyok ez iránt a városrész iránt, Ferencváros iránt, ami azzal kezdődött, hogy 5 éves korom óta Magyarország leghíresebb és legjobb csapatának szurkolok, a Ferencvárosnak, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a közöttünk helyet foglaló Friedmanszky Zoltán urat. Akit ha hiszik, ha nem, én még láttam játszani. Láttam játszani azon a pályán, ahol láttam a 19 éves Albert Fróliánt is cselezgetni, és csodálatos játékot bemutatni. És itt láttam egy Fradi Honvéd meccsen a 37 éves Bozsik Józsefet is, azt hiszem az utolsó magyar, vagy egyikén az utolsó magyar meccseinek játszani. Erről is híres Ferencváros, és erre mindannyian büszkék lehetünk, ferencvárosiak és nem ferencvárosiak egyaránt, de ez a városrész másról is híres. Az egyik legtöbbet fejlődő városrész a rendszerváltozás után, amiben komoly része volt a ma kitüntetésre felterjesztett, de távol lévő Gegesi Ferenc polgármesternek. Itt jegyzem meg Bácskai János polgármester úrtól igazán nagyvonalú, egyenesen intellektuális teljesítmény, hogy megbecsüli az elődjét, méltó hozzá, és itt teszem hozzá, hogy legalább akkora része van Bácskai János polgármester úrnak is. Elsősorban a ferencvárosi városrehabilitáció, amit emlegetnek városszerte, sőt országosan, de egyébként is a legegyüttműködőbb fővárosi városrészek egyike. Ebben a városrészben közel 80 hektáron több mint 200 milliárd forintot építettek be az utóbbi 1-2 évtizedben, és ebből közel 50 milliárdot maga a városrész biztosított. Ahhoz, hogy egy város és egy városrész megőrizze a múltját, és ebből építkezzen a jövőre, másként ez nem is lehet, példaképekre van szüksége. Példaképekből egyre kevesebb áll a felnövekvő ifjúság a gyerekek rendelkezésére. Engedjék meg, nem tudom megállni, hogy ezért van nagy szükség, és ezért éltesse a Jóisten sokáig Friedmanszky Zoltánt is, akiben példaképet láthatunk. Sajnos egyre kevesebben vannak. Azonban ilyen példaképek a mai kitüntetettek is. Olyan emberek, akik nem irigyek, akik a mikrokörnyezetük és az egész város értékeihez önzetlenül akarnak hozzátenni, teljesítményükkel, életükkel, példájukkal ez sikerül is nekik. Én gratulálok valamennyi kitüntetetnek, gratulálok polgármester úrnak, biztosítom Önöket, hogy a városvezetés
ezt a kerületet mindig támogatni fogja, ugyanolyan együttműködő lesz, mint maga a városrész. Örülök, hogy ma este itt lehetek, és örülök, hogy részt vehetek a kitüntetettek ünneplésében. Sok sikert kívánok a városrésznek, engedjék meg, hogy most gratuláljak, hiszen nem olyan rég volt még Bácskai polgármester úrnak a nagyszerű győzelméhez, és neki is a továbbiakra sok sikert, nagyon jó egészséget, erőt kívánok, ugyanúgy, mint a teremben ülők mindegyikének, és valamennyi 9. kerületi ferencvárosi, franstadti polgárnak, ahol tényleg mindenki otthon érezheti magát. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam önöknek. Köszönjük szépen főpolgármester úr gondolatait, most pedig felkérem dr. Bácskai János polgármester urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. A Nemzeti Színház mellett lévő művészetek palotája és világszínvonalú élményt nyújt az embereknek. Naplementekor a Lágymányosi híd pihenő teraszán felselik a bíbor színű alkony, ez egy varázslatos csoda. Csak elmereng az ember az élményt nyújtó pillanatokon. A Duna hullámzó, fodrozó víztükrén megtörnek a nap sugarai, a megtört sugarak gyöngyház színeket szórnak, és mint valami színjátszó jelenségek változva játszanak. A panoráma lélegzetállító festői perspektívát is nyújt a nézelődőnek. Csodálatos és elragadó Ferencváros hangulata. Jó itt élni. Tisztelt főpolgármester úr, képviselő hölgyek és urak, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, kedves ünnepeltek, kedves ferencvárosi ünneplők. Ezeket a sorokat Seyfert István, szépkorú ferencvárosi rótta papírra, méghozzá annak a könyvnek a lapjaira, amelyeket az egyik kitüntetettünk gondozásában jelentetett meg Ferencváros önkormányzata, a minisztériumi díjjal kitüntetett időskori programunk gyümölcseként. Igyekszem majd beszédemben felvillantani mindazokat a nagyra becsüléssel tisztelt embereket, akiket ma külön is ünnepelünk, hiszen annyi mindent tettek Ferencvárosért. Ahogy Vörös Sándor írja, a jelen, a múlt alakja, a jövő pedig a jelen illata. Nézzük, milyen az alakja. Az alakja ilyen például, mint ez a gyönyörű szép épület, amelyről már a bevezetőben is és főpolgármester úr szavaiban is hallottunk, hiszen Lechner Ödön és Pártos Gyula gyönyörű szép építménye volt az első olyan ékszer, amelyik Ferencvárosban megjelent, és a kultúra, mondhatjuk azt, hogy nagyköveteként jelent meg. Azt, ha nem tekintjük istenkáromlásnak, ferencvárosi szentháromságnak is mondhatnánk azt a hármas egységet, amelyre Ferencváros élete épül, mint hallottuk, legalább 222 éve, amióta első Ferenc császár volt oly méltóságos, hogy az itt élőknek a nevét adta, hogy a városuk viselje ezt a nevet. Franstadt. A kultúra és a Fradi, a városépítés. Ez az a három egység, amelyre mindig építettünk, és amelyből táplálkozunk most is, táplálkozik a jelen. Ahogy főpolgármester úr méltatásából hallatszott, a városrehabilitáció az, amely ennek a jelennek a leglátványosabb alakja, hiszen egy ilyen erős főváros nélkül, ilyen erős támogatás nélkül, amit a főváros nyújtott ehhez nekünk, 25 éven keresztül nem tartana itt Ferencváros. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 30 ezer eredetileg tanácsi bérlakásból 1990-ben majdnem az egyharmada komfort nélküli vagy alacsony komfortfokozata volt. Ennek a városrehabilitációnak köszönhetően már csak, persze ez nagyon nagy szám még így is, már csak 700 ilyen lakásról tudunk. Tehát van mit aprítani a tejben, tejbe van még mit csinálnunk, városrehabilitáció címén is. Hogy a jelenről beszéljek még, ahogy
főpolgármester is említette, egy választási cikluson túl vagyunk, és elkezdtünk egy másikat. Azt is szoktam képviselőtársaimnak mondani, hogy az elmúlt 4 évben sikeres érettségi vizsgát tettünk, hiszen a ferencvárosiak újra ennek a városvezetésnek adtak bizalmat, az elmúlt 4 évet értékelendő. Ebben az elmúlt 4 évben szemléletváltást hajtottunk végre, hiszen az a nagyszerű vezérelv, hogy minden pénzt a városrehabilitációra, ez továbbfejlesztésre volt érdemes, ezt tettük mi az elmúlt 4 évben. Ugyanis a városrehabilitáció az csak egy szegmens, egy nagyon fontos szegmens a ferencvárosiak részére, de amit mi végig gondoltunk, és nem csak vízióként, hanem meg is valósítva ezt az elmúlt 4 évben, hogy mennyi minden más is pénzre, támogatásra vár Ferencvárosban. Egyébként a díjazottak, a díjakban ezek is kifejeződnek majd, hiszen azok az emberek, akik ennyi mindent tettek Ferencvárosért, azok mindazokon a területeken tettek többet, sokkal többet az átlagosnál, amelyek a városrehabilitáción kívüli területek. Ilyen a szociális terület, ilyen az egészségügy, ilyen a katasztrófavédelem, tehát minden ferencvárosinak a védelme, és ilyen a kultúra is. Sok olyan emberi nagyság, ezeket majd a filmekből végig lehet kísérni, nyomon lehet kísérni, akik megérdemelték a tettükért a különleges említést, az ünneplést, a mai ünnepen is. Ferencvárosnak ilyen emberekre van szüksége, olyan emberekre, akiket lehet követni, akiket mindennapokban, a hétköznapokban is, talán azt is lehet mondani, szoktam is mondani, sok esetben ők a mi hétköznapi hőseink, akik többet és nagyon sok áldozatot vállalnak Ferencvárosért. Még egy kicsit a jövőről hagyj beszéljek. A szemléletváltáshoz az is hozzátartozott, hogy minél több pénzt a városrehabilitációra, de adjunk pénzt például József Attila lakótelepieknek. Itt a ferencvárosiak 1/3 lakik, ezen a gyönyörű, szép, legzöldebb, legvirágosabb lakótelepén a fővárosnak. Itt is nagyon sok tennivaló volt, és lesz még a hátralevő, a most következő 5 évben is. A jövőhöz tartozik még, ami a jelen is egyben, hogy a Fradi, a Ferencváros megkapta a kormány támogatásával Európa legmodernebb, legszebb stadionját, és úgy tűnik, hogy az eredmények is jönnek, hiszen most az újpestiek csukják be a fülüket, a 34. percben kedden a Liga kupában már 4-0-ra vezettünk. Én remélem, hogy a folytatás is ilyen lesz a Fradi életében is, remélem, hogy Ferencváros életében is ilyen folytatás lesz, hiszen hogyha nézzük a beruházásokat, amelyek ide jönnek Ferencvárosban, ilyen a 600 férőhelyes magánkórház, végre eltűnik a szörnyűséges Haller kapu, ez a betontorzó. Itt épül a Magyar Tudományos Akadémiának bölcsészettudományi kutatóháza. Ide költözik egy kongresszusi központ, és ha főpolgármester úrra nézek, és hogyha országgyűlési képviselőinkre, akkor bízom benne, hogy az Ibülbi centenárium, amely idén amely keretében idén emlékeztünk meg Ibül Miklós 200. születésnapjáról, hogy a Bakás tér sorsa is rendeződik a templommal együtt. Sok-sok ház vár felújításra Ferencvárosban, és sok-sok olyan intézmény is, amelyekben már az oktatás is és az egészségügyi ellátás is bizony akadozhatna. És a kultúráról még néhány szót. Ahogy ide költözött a 1870-es években a Cvakgyár, mindig meg szoktam említeni, hogy az Unikum 2 évvel idősebb, mint Ferencváros, így hozta a sors. És ide költözött sok olyan cég és gyár, aminek az ipari fejlődés következtében Ferencváros 60 ezres lakossággal bír, és nagyon sok olyan fejlesztés is, amely öregbíti a város hírnevét. A Nemzeti Színház, a Művészetek Palotája, mint ahogy az írásból is hallhattuk, ezek mind-mind olyan intézményei, kultúrának fontos intézményei, amelyre szükségünk van. Ferencvárosnak szüksége lesz egy új művelődési központra is, hiszen a idén 50 éves úttörőház bizony kinőtte a kereteit, és bizony eléggé rossz állapotban van ott a Haller utca közepén.
Nagyon sok fejlesztésben reménykedünk, nagyon sok támogatásban. Úgy, ahogy eddig is, főpolgármester úr szerényen nem említette, hogy bizony abból a nominálisan 200 milliárd forintból több mint 40 milliárdot a fővárostól kaptunk az elmúlt 25 évben, és az Európai Uniós támogatások és a fővárosi támogatások nélkül nehéz lesz tartani az ütemet, hiszen a város a saját forrásaiból csak egy lassabb városrehabilitációt tud elkövetni. Ünnepnap van, ünnepelni jöttünk, ünnepelni azokat, akik gondosok és becsületesek. Ezt írta Lipót Nádor abban a bizonyos levélben, mikor Ferencváros a nevet kapta, hiszen ők azok, akik megérdemlik, hogy ma ünnepeljük őket. De ünnepre készülünk, a megváltó érkezésére, advent van, és József Attila szavaival szeretnék önöktől elbúcsúzni, amelyik így szólnak. Igazi lelkünket, akár csak az ünneplő ruhákat, tartsuk gondosan, tisztán, hogy rendben legyen az ünnepekre. Kívánok önöknek áldott békés várakozást, boldog karácsonyt, és szerencsében és pénzben gazdag új évet minden ferencvárosinak is egyben. Ahhoz, hogy ennek az írásnak a vége is megvalósulhasson, hogy jó legyen Ferencvárosban élni, ahhoz, hogy az otthonváros Ferencváros jelmondat hasonlóan az alaptörvényünkben megfogalmazott gyönyörű szép gondolathoz, hogy jogrendünk alapja szerződés múlt, jelen és magyarjai között. Ez igaz legyen erre a nagyon szép mondatra is, az otthonváros Ferencvárosra, hogy jó legyen itt élni, dolgozni, tanulni és mulatni az időt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr, gondolatait, és itt vannak már a jövő Ferencvárosának építői is, hiszen múlt héten megalakult a második ferencvárosi gyermek- és ifjúsági önkormányzat, méghozzá Urbán Szabó Sándor ifjúsági polgármester vezetésével. Most az ő köszöntője következik. Tisztelt főpolgármester úr, tisztelt polgármester úr, kedves alpolgármester asszony, tisztelt alpolgármester úr, kedves vendégek, hölgyeim és uraim. Nagy tisztelettel, de megilletődve köszöntöm Önöket. Megilletődve, mivel utoljára ennyi ember előtt 10 évesen szerepeltem, amikor is a Beatles Let It Be című számát énekeltem el. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Urbán Szabó Sándornak hívnak, és a közelmúltban a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat második ifjúsági polgármesterének választottak. Reményeim szerint ezt a pozíciót 2 esztendeig fogom betölteni. Ferencvárosi lakos vagyok, iskolai tanulmányaimat a Telepi Károly gimnáziumban folytatom, sportolóként pedig az FTC férfi kézilabda szakosztályában próbálok meg kiteljesedni. Elsősorban szeretném megköszönni elődömnek, Németh Imre Dávidnak 2 éves munkáját, majd engedjék meg, hogy röviden ismertessem céljainkat. Először is aktív és állandó, konstruktív munkakapcsolatot szeretnénk a Ferencvárosi Önkormányzattal, a kerületi egyházakat, szervezeteket, hatóságokat és az egyesületeket. Az év elején szeretném felkeresni és az együttműködési lehetőségeket felkutatni. Évente legalább 2-szer, egy-egy nap keretében társadalmi munkában segíteni a kerületet. Legyen szó takarításról, szépítő tevékenységekről, rászolók segítéséről, bármiről. Ezt a felmerő igények fogják meghatározni. Minél több sportrendezvényre eljutatni diáktársaimat, vagy sportolásra ösztönözni őket. Évelején létrehozni egy állandó fórumot, ahol a kerület diákjai eljöhetnek, és kötetlenül elmondhatják problémáikat, vagy észrevételeiket. A helyszínt keressük. Lehetőség szerint a kerület életében előforduló összes rendezvényen szeretnénk megjelenni diáktársaimmal, képviselőtársaimmal. Létrehozni a Facebookon egy önálló csoportot, hogy a kerületi fiataloknak és az itt tanulóknak legyen egy állandó fóruma. Otthon, város, Ferencváros. Mi fiatalok itthon érezzük magunkat itt, büszkék vagyunk a városunkra, és igazi fradisták vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy jó kezekben lesz majd a jövő Ferencvárosa. Vigyázzatok majd ti is a kerületre. Díját adunk elején a különböző területeken Ferencvárosért, az itt élőkért dolgozókat, alkotókat, az év során kitüntetetteket ismerhetik meg. A róluk készített film következik. Ferencvárosi kitüntetettek. Mezei Katalin alapító vezetője a kortárs irodalom, azon belül is a fiatal szerzőkre kiemelt figyelmet fordító, évek óta belső Ferencvárosban működő írók alapítványa Széphalom könyvműhelynek, mely hatékony együttműködést alakított ki Ferencváros önkormányzatával. Mezei Katalin a teljesség felé idősügyi programok aktív megvalósítója, irodalmi előadásokat, író-olvasó találkozókat szervez. A Ferencvárosi Életutak önéletírói pályázat szakmai koordinátora, a pályázati anyagból készült könyv szerkesztője, kiadója. A polgári értékrend a magyar nyelv és irodalom értékeinek megőrzését szolgáló tevékenységével hiánypótló feladatot lát el kerületünk kulturális életében. Mezei Katalin Ferencváros József Attila díjával részesült. Kis Ádám az 1963-ban létrejött Ferencvárosi Természetbarát Szövetség tagja lett, majd 1965-ben megalakította annak természetjáró szakosztályát. 1987-ben hozta létre saját Ferencvárosi Természetjáró Egyesületét. Lelkes szervezője a teljesség felé elnevezésű idősügyi programok természetjáró elemének. Korát meghazudtoló aktivitásával, széleskörű kultúrtörténeti tájékozottságával, természetszeretetével és másokat is lelkesítő egyéniségével elérte, hogy egyre bővül a túrán résztvevők száma. Önzetlen tevékenysége jó példája annak, hogy egy, a testmozgásért és az egészséges életmódért elkötelezett ember hogyan tud másokat is aktív, sportos életmódra segíteni. Kis Ádám Ferencváros sportjáért díjban részesült. Csutka Klára a 9. kerületi rendőrkapitányságon járőrként kezdte munkáját, 2003-tól körzeti megbízott, majd baleseti helyszínelő lett. Az iskola rendőr programban 2013-tól koordinátori szerepet tölt be, a József Attila általános iskolában iskola rendőr. Dada oktatást tart a Molnár Ferenc általános iskolában, bűnmegelőzési és balesetmegelőzési előadásokat pedig a kerületi iskolák idős klubok számára. Vidám személyiség, aki közvetlen, barátságos, jó kapcsolatot tart fent vezetőivel, kollégáival. Jól ért a gyerekek nyelvén. Szakmailag elkötelezett, a testület iránt lojális. Csutka Klára Ferencváros közbiztonságáért díjban részesült. Pirót László, tűzoltó alezredes, 1986 óta dolgozik a 9. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában, szolgálatparancsnoki beosztásban 1999 óta. Számtalan tűzesetnél, műszaki mentésnél, káresetnél bizonyította el hivatottságát, rátermettségét, a szakma iránti szeretetét. Beosztottaival határozott, empatikus és következetes. Kimagasló szakmai és emberi tulajdonságokkal rendelkezik. Pirót László Ferencváros közbiztonságáért díjban részesült. Dr. Gencsef Plámenné 1980 óta biológia testnevelés szakos tanárként, 1993-tól pedig igazgatóként dolgozik a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézményben, amelyet az elmúlt két évtized alatt fejlesztett hagyományos általános iskolából több célú általános és alapfokú művészeti iskolává, változatos módszertani eszközöket használó intézménnyé. Ferencváros hírnevét nem csak az intézmény gazdag módszertani kultúrát felvonultató, magas színvonalú szakmai munkája, diákjainak színjátszó versenyeken elért szép eredményei öregbítik, hanem az igazgatóasszony által ösztönzött országosan is példaértékű, a diákok esélyegyenlőségét célzó erőfeszítései is. Dr. Gencsef Plámenné, Profakultáte Ferencváros díjban részesült. Jauer Ágnes 1982 óta dolgozik a Csudafa óvodában. Úttörője volt az osztatlan csoport szervezésének és működtetésének, ahol testvérek együttnevelését is vállalta. Kiváló szakértője a környezeti nevelésnek, a tehetségek felkutatásának és gondozásának, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásának.
részt vett szakközépiskolások, főiskolások gyakorlati képzésében. Ízig-vérig közösségi ember, sokat és tudatosan tesz a gyermekekért, a családok segítéséért, az óvodai közösségért, a kollégákért, az óvoda jó hírnevéért. Jauer Ágnes, Profakultáte Ferencváros díjban részesült. Dr. Széles Klára 47 éve dolgozik Ferencvárosban gyermekfogászaton, 1982 óta a Mester utca 19 szám alatti rendelőben, mint főorvos. Már a törvényi előírás megelőzve kijárta a 9. kerületi tanácsnál és az iskolák vezetésénél, hogy a gyermekfogászati szisztémás ellátás a középiskolásokra is kiterjedjen. Kezdeményezésére lett fogászati röntgen 1985-től és saját fogszabályzó ellátás a kerületben 1996-tól. A szakmai fórumokon való részvételével aktívan hozzájárul ahhoz, hogy a kerületi gyerekek ellátása modern, európai szintű anyagokkal és eszközökkel történjen. Ha évi 3500 megjelent gyermekkel számolunk, akkor az elmúlt évtizedekben közel 165 000 gyermek száját vizsgált meg, és körülbelül 10 000 fogat tömött be. Dr. Széles Klára, Prosanitate Ferencváros díjban részesült. Tamás Beáta 1988. október 1-től dolgozik Ferencvárosban, jelenleg a Humánszolgáltatási Iroda vezető helyettese. Munkáját nagy kitartással, szakmai hozzáértéssel körültekintően végzi. Mindig ügyel a határidők, jogszabályok pontos betartására. A hivatali dolgozókkal, a felettes szervekkel, az iroda felügyelete alá tartozó intézményekkel, a társhatóságokkal és civil szervezetekkel jó kapcsolatot alakított ki. Az elmúlt évek alatt nagy szerepet vállalt a Ferencvárosban működő gyermekvédelmi és szociális ellátórendszer kialakításában, fejlesztésében. Tamás Beáta Ferencváros Magyari Zoltán díjában részesült. Cseppeiné Gébele Gabriella 1989 óta dolgozik a polgármesteri hivatalban, ami az első munkahelye. 25 éve lát el Ferencvárosban anyakönyvvezetői feladatokat, 2008 óta csoportvezetője a Közszolgáltatási Iroda anyakönyvi csoportjának. Közreműködik a házasságkötéseknél, anyakönyvezi a kerületben született gyerekeket, koordinálja a csoport anyakönyvezési, állampolgársági és családjogi ügyintézését. Munkavégzése precíz, az ügyfelekkel és kollégáival egyaránt tisztelettudó, kedves. Az elmúlt években tanúsított kimagasló hivatástudata és szakmai elkötelezettsége példaértékű. Cseppeiné Gébele Gabriella Ferencváros Magyari Zoltán díjában részesült. Somogyi Zsolt 2002-től a Feszofe Nonprofit Kft. Közterületi ágazatvezetője, Ferencváros egész területén irányítja és ellenőrzi a közterületi csoportok munkáját. Elvégezte a Károli Gáspár Református Egyetem általános szociális munkás szakát. Ezt követően a Feszofe Kft.-nél a rehabilitációs megbízotti feladatot is ellátja. Ezáltal segíti a megváltozott munkaképességű dolgozók munkavégzését. A Feszofe Kft., mint Ferencváros önkormányzatának operatív cége, részt vesz az önkormányzati rendezvények lebonyolításában, havária helyzetek, így például a Kén utcai födémomlás, árvízi védekezés, bombariadó, Drégei utcai pincetűz elhárításában, megoldásában. Ezekben az esetekben is Somogyi Zsoltra mindig lehetett számítani. Sokrétű munkáját kellő kitartással és magas szakmai színvonalon végzi. Somogyi Zsolt Humanitas Ferencváros díjban részesült. Polgármesteri elismerő oklevélben részesültek. Fehérné Szenesi Ildikó Mercedes, posztumusz. Kisfalusi Éva. Laluk György. Szalainé Karácsony Anna. Szekeres György.
Gratulálunk az év során díjazottaknak, köszönjük szépen még egyszer a munkájukat, és díjátadó gálánk végén várjuk majd önöket is a színpadra egy közös fotózás erejéig. Most felkérem dr. Bácskai János polgármester urat, hogy fáradjon a színpadra. A polgármesteri elismerő oklevelek átadása következik. Ismerkedjünk meg egyenként a díjazottakkal. Friedmanszky Zoltán a testnevelési főiskola elvégzése után lett a Ferencváros játékosa, ahol sikeresen kezdődött pályafutása. Bekerült abba az utazó keretbe, amely az FTC történetének leghosszabb külföldi túrájára indult, Ausztráliába és Indonéziába. Az újonc Friedmanszky Zoltán 12 gólt szerzett. A sikeres bemutatkozásnak és a gólkirályságnak köszönhetően tagja lett az 1958-as svédországi VB-re kiutazott válogatott keretnek. Az első edzésen szerzett sérülése miatt azonban egyetlen egyszer sem léphetett pályára. Játékos pályafutását további sérülések kísérték, ám így is nagyon eredményes volt. 157 mérkőzésen szerepelt, 76 gólt szerzett, kétszeres magyar bajnok, kupa győztes, VVK győztes. Labdarúgó pályafutása után edzősködött Kubában és Kuvaitban is. 1978 és 80 között a Ferencváros NB1-es csapatát 134 mérkőzésen vezette sikerekre. Hosszú évekig foglalkozott a Ferencváros utánpótlás csapatával. 2004-ben hagyott fel az edzői munkával. Friedmanszky Zoltán, polgármesteri elismerő oklevél. Felkérem főpolgármester urat, hogy fáradjon a színpadra, hiszen mint megtudtuk, régi Ferencváros drukker, úgyhogy ő is átadja a díjat, és akkor nagy tapsot Friedmanszky Zoltánnak, akit kérem, hogy fáradjon a színpadra. Dr. Horváth László Ferenc élete szorosan összefonódott a Puskás Tivadar távközlési technikummal. 1963 és 67 között tanulója, 1992 és 2013 között pedig igazgatója volt. 1973-tól 1992-ig a Budapesti Műszaki Egyetemen tanított digitális technikát és számítógép architektúrát. Az utóbbi 25 évben nagy energiabefektetéssel dolgozott a közép- és felsőfokú szakmai oktatás integrálásán, az európai trendekhez igazításán. 2009-ben Budapesten elsőként a Puskás Iskola elnyerte a kiváló érettségiztető vizsgahely megtisztelő címet. 2000-ben alapítóként léptek be az Arany János Tehetséggondozó programba, ahol a leszakadó térségek tanulóit készítik fel az értelmiségi létre a felsőoktatáshoz szükséges kompetenciák megtanításával. 2011-ben az iskola akkreditált kiváló tehetségpont lett. Dr. Horváth László fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a magyar oktatás, a távközlés és az informatika nagyjaival, ennek elérése érdekében vett részt 16 köztéri szobor elkészítésében, felállításában. Mind egyetemi oktatói pályáján, mind középiskolai igazgatói tevékenysége során intenzíven foglalkozott a tehetséggondozással, a leszakadók munkába integrálásával, a felnőtt képzéssel. Jelenleg is aktívan részt vesz a távközlési technikum életében. Iskola történettel, tehetséggondozással, rendezvények, versenyek szervezésével foglalkozik. Munkáját két alkalommal is a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével jutalmazták. Dr. Horváth László Ferenc, polgármesteri elismerő oklevél. Felkérem Horváth Lászlót, hogy vegye át a díjat. Thank you.
Nándori László 1981-ben szerezte meg mestervizsgáját a Dobos C. József vendéglátóipari szakképzőiskolában. A Rádai utcában működő cukrászda vezetését 1988-ban vette át nagybátyjától. A korábbi 1957 óta működő Varga cukrászda neve is ekkor változott Nándorira, amely az évtizedek alatt Ferencváros és a főváros egyik legismertebb és legkedveltebb cukrászdája lett. Nándori László cukrászmester maga felügyeli a cukrászda életét, a sütemények készítését és a rendeléseket. Noha 2013-ban ribizli habos almás réteges tortájukkal, 2014-ben pedig a csokis kalanddal nyerték el a Magyarország cukormentes tortája címet, úgy véli, hogy a vevők mosolyánál és elégedettségénél nincs fontosabb az üzleti életben. Ennek érdekében törekednek a folyamatos magas minőségre, az alapanyagok kiválasztásával, a helyben készített sütemények megszokott és elvárt ízvilágával, a figyelmes kiszolgálással. Nándori László jó példája annak, hogy az üzleti vállalkozás és a másokra való odafigyelés, a másokon való önzetlen segítés nem zárják ki egymást. Nagyvonalú felajánlásainak köszönhetően Ferencváros iskolásai, óvodásai, az idősek, rászorulók, köztük hajléktalanok kóstolhatják meg rendszeresen a cukrászda termékeit. Nándori László, polgármesteri elismerő oklevél. Kérem Nándori Lászlót, hogy fáradjon a színpadra és vegye át a díjat. Olá Olivia 2007 óta tagja Ferencváros televíziós stábjának. Előbb a 9-es tévé, majd a 2011-ben átalakított 9.pont tévé munkatársa, 2013 márciusától főszerkesztője. Műsorai és tudósításai nagy népszerűségnek örvendenek a nézők körében. A főváros más kerületeiből is jelentős számban érkeznek visszajelzések a tévé munkáját, tematikus műsorai dicsérve, kiemelve a műsorvezető megnyerő személyiségét. Főszerkesztősége alatt nem csak a régi elavult stúdiótechnika modernizálódott és valósult meg a nagy lépés jelentő digitális átállás, hanem a műsorok szerkezete is teljesen átalakult, számuk kétszeresére nőtt. Új jelen például a Ferencváros futballmérkőzéseinek másodközlése. A Kérdezze polgármesterét, a Heti Hírek és a Kultnegyed című műsorok szerkesztője, műsorvezetője emellett látja el a tévé irányításával járó feladatokat. Televíziós munkáján kívül a kerületi események, rendezvények rendszeres moderátora, esetenként aktív szervezője. Közvetlen egyénisége, kiváló kommunikációs érzéke, nagy munkabírása, szakmai felkészültsége, a kerület életét érintő események iránti érdeklődése biztosítéka annak, hogy a 9.tv színvonalában elért fejlődés a jövőben is tovább folytatódik. Olá Olivia, polgármesteri elismerő oklevél. Tézugó Tünde 20 éves köz- és felnőtt oktatási, tankönyv- és újságírási, kiadványszerkesztési és színjátszás vezetői tapasztalattal érkezett 2010-ben a közigazgatás világába. Számos projektnek ötletgazdája, megvalósítója, jellemzően több terület szereplő együttműködésére épít. Így jött létre a Calvin téri pillanatok című szabadtéri kiállítás, a hátrányos helyzetűek oktatása elnevezésű program kerületi bevezetése, az iskolákat bemutató tájékoztató füzet megjelenése. Az elmúlt években részt vett a kerületi ifjúsági koncepció kidolgozásában, melynek köszönhetően megalakult Ferencvárosban a gyermek és ifjúsági önkormányzat is. A teljesség felé idősügyi koncepció megálmodója, irányítója, aktív megvalósítója. Évente több száz ingyenes lehetőség várja a 60 év feletti ferencvárosiakat. Kulturális, sport, egészségmegőrző, helytörténeti, bűnmegelőzési programok, képzések, tanfolyamok, tudományos előadások, klubok.
Ferencváros televíziójában is rendszeresen jelen vannak az időseknek szóló műsorok. Mindezek eredményeképpen Ferencváros 2013-ban elnyerte az Idős Barát Önkormányzat díjat. Vallja, hogy a siker záloga a stratégiai gondolkodásmód, az önkéntesek, a kerületben található szervezetek, intézmények megszólítása és aktív bevonása a kerület életébe. Tézuggó Tünde, polgármesteri elismerő oklevél. Felkérem Tézuggó Tündét, hogy fáradjon a színpadra és vegye át a díjat. Gratulálunk még egyszer a polgármesteri elismerő oklevélben részesülteknek. Ferencváros képviselő testülete november 27-i ülésén döntött a Ferencváros díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetésekről. A képviselők döntése értelmében 2014-ben Ferencváros díszpolgára dr. Gegesi Ferenc lett, aki Ferencváros 222 évéből 20 évig, egy meghatározó időszakban a kerület aktív építője, alkotója, polgármestere volt. Gratulálunk neki! A Pro Urbe díjak átadása következik. Felkérem főpolgármester urat, hogy fáradjon a színpadra, és Bácska János polgármesterrel együtt adják majd át a díjakat. A Pro Urbe díjak olyan magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, amelyek, akik Ferencvárosért, a kerület környezetének építéséért, alakításáért, értékeinek megőrzése érdekében kimagasló, egyedi alkotó tevékenységet folytattak, maradandót alkottak. Tekintsük most meg a Pro Urbe díjazottakról készített méltató filmet. Sebő Kendre születése óta Ferencvárosban él, általános és gimnáziumi tanulmányait is itt végezte. Vadgazdamérnöki, természetvédelmi és környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. 2002-től 4-ig önkormányzati képviselő volt Ferencvárosban, 2006-ban az önkormányzat környezetvédelmi referense lett. Környezetvédelmi munkája során elindította a mai napig tartó Zöld Udvar programot, valamint az ő kezdeményezésére kezdte el a kerület, a fővárost megelőzve a házonkénti szelektív hulladékgyűjtést. 1997 óta munkatársa a Feszofa Kft.-nek, 2011 óta ügyvezető igazgatója. A cég gazdálkodását rentábilissá, majd nyereségessé tette. Nevéhez fűződik a hajléktalan közfoglalkoztatás bevezetése kerületünkben, a Feszofa Kft. Ma már az ország legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztatója. A megnövekedett közterületi dolgozók létszámának köszönhetően a kerület parkjai, közterületei gondozottabbá, szebbé váltak, a József Attila lakótelep pedig Budapest legélhetőbb lakókörnyezete címben részesült. Az utcáról a munka világába Ferencvárosi hajléktalan közfoglalkoztatási programjukkal a cég jelentős állami támogatásban részesült, így növényházat, brikettáló üzemet alakítottak ki, valamint nagy teljesítményű hulladékaprítógépet üzemeltek be. Sebő Kendre nagy munkabírású, következetes ember, akire nagy felelősség hárul, hiszen a dolgozók létszáma átlagosan 5-600 fő, 2014 márciusában elérte a 748 főt. A Ferencvárosban történt havária helyzetek elhárításában munkatársaival együtt személyesen is közreműködik. Sokoldalú közösségi ember, rendszeresen részt vesz a kerületi rendezvényeken, hobbiából adódóan már sokan kóstolhatták meg az általa készített vadpörköltet. Sebő Kendre, Pro Urbe Ferencváros díj. Kérem Sebő Kendrét, hogy fáradjon a színpadra és vegye át a díjat. Zene
És egy másik díjhoz is gratulálunk Sebők Endrének és a Feszofe Kft-nek, bár minden bizonnyal ez a Ferencvárosi díj lesz számára a legkedvesebb. A 2014. évi közfoglalkoztatási program végrehajtásában kiemelkedő szerepet betöltő munkájáért hétfőn belügyminiszter úr is elismerésben részesíti, úgyhogy gratulálunk ehhez is neki. És igazgató úré a szó. Főpolgármester úr, polgármester úr, alpolgármester hölgy úr, képviselő, hölgyek, urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Azt mondták, hogy 2 percig beszélhetek, ebből a köszöntő már 1 percet elvett. Először is szeretném megköszönni, hogy rászolgálhattam erre a díjra, és szeretném szülőföldemet, Ferencvárost továbbiakban is szolgálni, és ehhez köszönöm az önök segítségét, és igyekszem megfelelni továbbra is minden elvárásnak és követelménynek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük szépen, és lesz még alkalmunk ma este tapsolni a következő Pro Urbe díjazottnak is. A TRX Consulting Kft. Beruházás szempontjából a legnehezebb időszakban döntött úgy, hogy Ferencváros választja a 21. század elvárásait kielégítő, környezettudatos lakóházainak felépítéséhez. A Márton utcában létrehozott ökoház minimalizálja az energiafelhasználást, és modern technológiájának köszönhetően óvja környezetét és kíméli a családok költségvetését. A lakások fűtése, hűtése és a használati melegvízellátás geotermikus energiával történik. Nincsenek kémények, nincs káros anyagkibocsátás és környezetszennyezés. Az ökoház mellett 7 társasházat építettek fel kerületünkben az elmúlt években, a Viola, Angyal, Telepi, Lenhossék és Szobieszki utcákban. Magánberuházóként a Kft. Szinte egyedüliként új projekt kivitelezésbe kezdett, a Viola utcában építenek fel egy újabb ökoházat a környezetvédelem és gazdaságosság jegyében. Jövő évben pedig folytatják az építkezést a Márton utcában is. Az itt felépülő ökoház már napelemekkel is el lesz látva, amelynek köszönhetően a fűtés, hűtés és használati melegvízellátás teljesen ingyenes lesz. Épületeik letisztult formavilágukkal emelik Ferencváros építészeti karakterét. TRX Consulting Kft. Pro Urbe Ferencváros díj. Felkérem Terjék István ügyvezetőt, hogy jöjjön a színpadra és vegye át a díjat. Ügyvezető igazgató úr is jelezte, hogy szeretne pár szót szólni. Köszönöm szépen kollégáim és magam nevében is ezt a díjat. Megtisztelőnek tartjuk, de nem csak megtisztelőnek, hanem egy megelőlegezett bizalomnak is. Szeretnénk ezzel a bizalomra rászolgálni a jövőben, és továbbra is szeretnénk a Ferencvárosban további otthonokat építeni, hogy fejlődjön a középső Ferencváros rehabilitációs része. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, gratulálunk minden díjazottnak, és köszönjük szépen főpolgármester úrnak, hogy közre működött a díjátadóban. Az Art 9 Galéria részkarcát is a kollégák majd átadják a díjazottaknak az S során.
Most polgármester úr, az Iparművészeti Múzeum nemrég kinevezett igazgatójának, Cselovszky Zoltánnak szeretném megköszönni, hogy ismét ezen a gyönyörű helyen ünnepelhetünk. Kérem tehát Cselovszky Zoltánt, hogy fáradjon a színpadra. És ehhez a gyönyörű szép részkarchoz jár egy szöveg is. Vasárnapi újság 1896. november 1-i számában egy ismeretlen cikkíró így ír. Az architektúra már a pályázatnál is számos ellenkező véleménynek volt az okozója. Bizarr formái, különösen az úgynevezett akadémikus építészek körében nagy ellenszenvvel fogadtattak, míg azok, akik a száraz modern gót építészetet megunták, s a reneszánsz tagozatoktól megcsömörlöttek, hozsannával fogadták. Bár magam sem értek mindenben egyet a tervező építész csapongó fantáziájával, megvallom, hogy a kivitel az utóbbiaknak adott igazat. Ennek a gyönyörű szép épületnek a megnyitójára írták ezt a cikket. Főigazgató úr, gratulálok a kinevezéshez, és hát nem lesz nehéz kitalálni, hogy mit ábrázol a részkarc, amit az Art 9 művészei ajánlottak fel. Köszönjük szépen! És még egy mondattal tartozom és köszöntéssel, hiszen kihagytam a köszöntésből az egyházakat, a nemzetiségeinket és a testvérvárosunk jelenlévő képviselőit. Annál is inkább fontos őket megemlíteni, hiszen szintén Gegesi Ferenc nevéhez fűződik az a jó szokás, hogy az elszakított országrészekből egy-egy város testvérvárossá fogadtunk, Felvidékről Királyhelmec, Kárpátaljáról Beregszász, Erdélyből Sepsiszentgyörgy és Délvidékről Magyarkanizsát, és minden évben, mind a négy városból egy végzős diák a magyar nyelvért díjat megkaphatja, azok közül, akik a legtöbbet tesznek a magyar nyelv ápolásáért. Ezúton is gratulálunk nekik, és köszönjük a közreműködésüket. Zoltán. Megtisztelsz és zavarba hozol, polgármester úr. A házigazdának hátul kell állni és izgulni, hogy minden rendben legyen. Tisztelt főpolgármester úr, képviselő urak, tisztelt hölgyeim és uraim, én csak egyet szeretnék mondani. Vannak ügyfeleink, vannak vendégeink, vannak látogatóink, és van Ferencváros. Ferencváros itthon van. Érezze mindenki otthon magát, számoljatok velünk, számítsatok ránk, és tervezzük együtt a jövőt. Polgármester úr szavai a hármas egységet illetően, hogy Fradi, kultúra és településfejlesztés, városépítés, hát ebből a kultúra és a rehabilitáció az vonatkozik ránk, úgyhogy remélem még sokáig otthont fogunk adni ennek a rendezvénynek és az összes többi ferencvárosi rendezvénynek. Köszönöm szépen! Érezzék otthon magukat! Köszönjük szépen főigazgató úrnak a lehetőséget, és azt is, hogy ezek szerint jövőre is itt ünnepelhetjük Ferencváros napját december 4-én. Most arra kérem a díjazottakat, azokat, akiket az év során tüntettek ki, és azokat, akik ma este vehettek át elismeréseket, hogy fáradjanak a színpadra, hogy egy közös fotó készülhessen minden díjazottról. Kire számítunk, aki az év során kapott kitüntetést azokra is.
Köszönjük szépen tehát még egyszer a munkájukat, és legyenek továbbra is Ferencvárosnak aktív építői. A folytatásban a Musica Historica együttest hallhatják Csörsz Rumen István vezetésével, hogy valóban átélhessük az ünnepet, ezt a mait és az adventi időszakot is. Erről gondoskodik tehát az együttest, illetve a most elhangzó 15. századi adventi, karácsonyi és újévi énekek. Fogadják őket nagyon sok szeretettel. Ave gloriosa, virgo mater Christi, ave speciosa, Christum genuisti, super omnes coros mater extidisti. Placa nobis tuum, dilectum filium, Maria Pia. Vigil anger melodum, tempi harmonisat, cor Deo vans clerice tus carnem ruptuando, himni vitae phonicum matrem modulisat, Magnificans astricitem regis Theotokon, humanitus alitricem summi venerando. Thank you.
danno sagge niente. In po' Cristo scuole lì, in aula virginale. Mira ec, la divinas, humanitas e deitas, köszönjük szépen, és arra kaptunk felkérést még 2 percben,
próbáljunk meg valamit együtt is énekelni, ahogy a régiek tették, mert nekik ezek maguktól értetődő közös gyümölcsök voltak. Van nekünk egy középkori eredetű, de magyar nyelvű Mária énekünk, amelynek van egy szép refrénje, az, hogy örülj Mária, Szüzeknek asszonya. Mit szólnának hozzá, hogyha ezzel megsegítenének bennünket, ahogy egyébként a gyülekezet is így énekelte, ha előénekesek szépen a verzikulusokat, hogy most mit tesszük, és maguk lennének a gyülekezet. Nagyon egyszerű a dallam. Örülj Mária, Szüzeknek asszonya, örülj Mária, Szüzeknek asszonya. Próbálják meg bátran együtt. Örülj Mária, Szüzeknek asszonya, örülj Mária, Szüzeknek asszonya. Minden versszakban van egy kétsoros változó vers, és mindig utána jön ez a refrén, és lesz egy-két hangszeres betét, most akkor ezt együtt fogjuk megcselekedni, ezúton is mindenkinek boldog adventi készülődést, és boldog karácsonyi ünnepeket fogunk kívánni a Muzika Historika Együttes nevében. Küldi az Úr szent arkangyalát, hogy köszönteni szép Szűz Máriát. Örülj Mária, Szüzeknek asszonya, örülj Mária, Szüzeknek asszonya. Hogy érkezik el Názáretben, semmit sem tud a Szent Szűz ebben. Örülj Mária, Szüzeknek asszonya, örülj Mária, Szüzeknek asszonya. Égből lehozott követséggel, elkezdi szavács jegységgel. Örülj Mária, Szüzeknek asszonya, örülj Mária, Szüzeknek asszonya. Köszönjük szépen a Muzika Historika Együttesnek, remélhetőleg, hogy sikerült átélniük az advent hangulatát, hogyha sikerült, akkor őrizzék ezt meg magukban. Kedves vendégeink, ezzel a gála műsorunk véget ért. Véget ért a 9.tv közvetítése is. Köszönjük Ferencváros televíziójának nézőinek is a figyelmet.